Minden ló a helyén. Start elindult a Vigazdígy, és némi meglepetése Norbergnek nagyon gyengén sikerült az indítás. Deménnyel egyetemben a sor végén most egy gyorsabb szakaszt kell kérni a Norbergtől Georgievnek, és fel is ér most már oda frontba. Az élen egyébként Speed Test az, aki némi meglepetése diktálja a tempót, a favoritok pedig csak a középmezőnyben, mert bevárja a Sirit, látom a második helyen, utána jön csak Dvorniki Dream és Letmirán, aztán Demény következik, Skörcsézer és Norberg pedig néhány hosszas hátrányban némi meglepetése, de hát sok van még hátra, jó 1000 méter, minden esetre egyelőre Speed Test az, aki dominál. Speed Test előnye nagyjából egy hossz Letmiránnal szemben. Speed Test, Letmirán és Dvorniki Dream a sorrend, Bavaria Sirit már lovagolni kell, Demény egyelőre nagyon-nagyon jó versenyt fut, mögött azért most már zárkózóban egyértelműen Norbert, Skörcsézerrel pedig a falon jön majd Tormási Gyula, és vélhetően a falon már a befutóra érve egészen közel ott lesz a front mögött. Speed Test mellett könnyedén galopozik Letmirán az egyenesen fordulva. Speed Test, Letmirán, Dvorniki Dream a sorrend az utolsó 400 méter kezdetén, a háttérből próbál elindulni talán még Norberg is. Letmirán átveszi könnyedén kézből a vezetést, jönnek most már egyértelműen a favoritok. Letmirán, Dvorniki Dream, Skörcsézer, Norberg a négy favorit az első négy helyen. Kérdés, mi lesz köztük a sorrend? Norberg indul meg nagy lendülettel, de Letmirára alig lesz már itt bárki veszélyes. Letmirán ezúttal győzni fog egy újabb győzelem Gorán Mesetovicsnak. Letmirán lesz az első, Dvorniki Dream nem lesz második, mert Norberg kívülről lehajrázza. Norberg a második, Dvorniki Dream a harmadik, Skörcsézer a negyedik. Lehet, hogy ötödik Demény, ott nagy küzdelemben volt Speed Test-tel. Teljes a papírforma gyakorlatilag, mondhatjuk. Mesetovics. Letmirán, Norbert, Dvorniki Dream 3-2-1. Hát mondtuk, Mesetovics simán hármat nyerhet, a második már megvan. Norberg itt egy kicsit ijesztgette a benne bízókat a startnál, de annyira jobbnak tűnt ez a négy ló a többinél, hogy Maximus Körcsézzel meg Dvorniki Dream-mel szemben volt hátránya. Őket a végén lehajrázza, Letmirán nem jelentett veszélyt. Figyelem, az ötödik futam nem hivatalos befutási sorrendje. Hármas, kettes, egyes, ismétlem, hármas, kettes, egyes. Nagyon-nagyon magabiztos győzelem. Norbert. Hát én szerintem az osztrákoknak meghoztuk a kedvét, tehát biztos, hogy jövőre az év első felében. Nézzük közben még a ötödik helyet. Célfotós lesz. Iha. Ez igazán szoros. Igen, lehet, hogy elcsípte. Szintesztet a cél van, igen. Kis izgalom a végére. 3-2-1, tehát az osztrákok valóban, hát nem értem, hogy járnak. Nagyon jó szansz volt Letmirán. Az alapján, amit láttunk tőle, 2,6-szeres a tét. Szerintem a 3-2-1-ot valóban nagyon az elején lesz, hiszen Skörcsézer ebből a négyesből is inkább csak negyedik játéknak számított. Letmirán meg favoritnak. Úgyhogy hát ennyire papír sorrend ma még nem volt, és nem is nagyon lesz. Az szinte biztos. És 300 000 forint jackpot volt itt a helyfogadásra. Hát ennyi. Az járt jól, aki itt azt mondta, hogy inkább a biztos favoritot. 3-2-1.